erre könnyű is, meg nehéz is a válasz, mert ugye ami azonnal adódik, az a Dunakanyar, ahol én gyerekeskedtem, és tényleg szinte túlzás nélkül azt tudom mondani, hogy minden bokrot ismerek. De lehet, hogyha egy kicsit tovább gondolkodnék, akkor nem ezt a helyszínt választanám, hiszen ott azóta is megfordultam, egészen a közelmúltig a szüleimnek volt ott háza, egészen a szüleim haláláig. Nekem nagyon, nagyon nehéz emlékeim vannak onnan, és pont a minap mentem Dunabogdányból, Dunabogdányon keresztül tartottam Visegrád fele, és ugye csak annyit kell tenni, hogy az ember jobbra néz a kocsiból is látja azt a dunakanyari részt, ott kísérőszit, ahol én gyerekeskedtem, és én képzeld el, hogy elfordítottam, ami jobbra fordítottam balra, és úgy vezettem, hogy nem akarok még oda. Tehát, hogy én nagyon-nagyon megélem ezeket a gyerekkori emlékeket, meg nagyon hiányoznak a szüleim, hogy voltunk Orfűn, szintén egy ilyen vándortáborban, általános iskolában, ott volt az első össze. Csók, meg ilyenek. Tehát, hogy arra is kíváncsi lennék arra a helyszínre, hogy néz ma ki.